Start plusszal folytatjuk. Itt van már velünk Szigeti Szilvia textiltervező, a Textilvision kiállítás főszervezője. Ezzel a beszélgetés előtt én csak annyit mondanék, hogy nekem volt szerencsém a tavalyi megnyitót moderálni, úgyhogy csak azt mondhatom, hogy aki szereti a szépet, a gyönyörűt, a csodálatos anyagokat, az feltétlen menjen el erre a kiállításra, mert elképesztően jó volt tavaly, nyilván az idei is az lesz. Ez most a Határtalan Design rendezvényen belüli kiállítás most is? Köszönöm szépen ezt a fantasztikus felkonfot, és szeretettel köszöntöm a nézőket. Ez egy hosszabb történet, mert hogy ez a Határtalan Design kiállítás egyik leányvállalata, ha szabad így fogalmaznom, és negyedik Exhibition címmel a Fuga Budapesti Építészeti Központba kerül megrendezésre, és ez egy önálló tárlat immár ötödik alkalommal. Azt mondd el, én azt nagyjából elmondtam, ugye, hogy mit lehet látni, és mennyire csodálatos az egész. Pontosan mit, azt mondd el, kérlek, hogy mit láthat, aki oda. Igazából ez most csak lakástextilekkel foglalkozik ez a kiállítás, ami így nagyon szofisztikáltan hangzik talán a nézők számára, mert hogy a lakástextilről eszébe jut mindenkinek a szőnyeg, a bútorkárpit és a függöny. Ez nagyjából. De itt kimerültem. Igen. Viszont ez egy nagyon izgalmas határterület, mert az alkotói azok gyakorlatilag a képzőművészet és a dizájn között tervező művészek, és nekünk már évek óta az a veszőparipánk, hogy Magyarország gyakorlatilag a két világháború között a világ első 10 textilgyártó nagy hatalma volt, és hát mi ehhez szeretnénk mindenképpen visszacsatolni. Mennyire vagyunk most lemaradva, vagy mennyire? Én azt olvastam, hogy a kivitelezők száma egy évről évre nagyon csökken. Nagyon. Nincs. Milyennek az oka? Gyakorlatilag, hát ez egy hosszú műsor időt igényel ez a dolog, de azt mondom, hogy európai tendenciáról van szó, az olcsó munkaerő kiszervezése távol-keletre, ez megtette a hatását. Ez azt jelenti, hogy azt, amit annak idején kézi munkával nagyszerű munkások készítettek el, handmade módon, nagyon nagy erőfeszítéssel, azt most kínai testvéreink 3 dollár 20 fillérért valahol Szecsuán tartományban megcsinálják. Ez nem ilyen egyszerű, mert hogyha Goldberger céget nézzük például, akkor ő tényleg a világ első 10 gyártójába tartozott. És cérnagyáruk volt itt nem, most, ugye? Ez egy fantasztikus textilgyár volt, és fantasztikus textilgyáraink voltak. Majdan jött a rendszerváltás, és a fennmaradt textilipar gyakorlatilag miszlikekre lett szétprivatizálva. Na most beszélek inkább a kiállításról, mert hogy mi pont abban vagyunk most nagyszerűek, hogy megpróbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy itt van egy csomó kreatív tervező, nagyon tehetséges designer, viszont már csak nyomokban fellelhető az a pár kivitelező, és tényleg utolsó, ahol meg tudják csinálni. Hogy dolgoznak, azt mondd már a nézőknek. Itt ugye ilyen nyomott textiliekről van szó is mind a kettők, hogy úgy dolgoznak, mint egy grafikus, tényleg azért egy laikusként, ezt nem biztos, hogy tudjuk. Hát ezt szét kell választani, mert vannak, akik struktúrájában terveznek, tehát ők a szövött anyagtervezők, és aztán vannak a nyomott anyagtervezők, akik kvázi grafikusok, és mi a felszínt, tehát a felületet tervezzük. És ez azért nagyon izgalmas, mert ez egy tényleg egy határterület, mert a képzőművészet és a dizájn határterülete, ez maga a textil, és a mindennapjainkban tevőlegesen részt vesz. Ez az iparág egyébként fejlődik, tehát ahogy pontosan tudjuk, hogy a mobiltelefon iparán, vagy nagyon a televízió képernyő készülékeknek, azért, ha van nagyon egy bemutató, mindig azt várjuk, hogy mi a több. Amikor Györgyi bemutatta a kiállításatokat, akkor mondta, hogy mennyire fantasztikus, de például a tavalyihoz képest már látszik valamiféle trend, vagy akár munkastílus előrelépés? Hát szerintem az egy nagyszerű dolog, hogy egyáltalán ez létrejön, hogy 16 tervező, nem bocsánat, idén 22 tervező, mert a tavalyi számmal operáltam, vesz részt, 4 kivitelező. Na most nyilván mi nem tudunk az up-to-date technológiákra tervezni, mert hogy nincs kvázi, tehát ilyen smart textileket és ilyen futurisztikus textileket ne várjon el a látogató, viszont tendenciájában, üzenetében, mert hogy ezt nem én mondtam, hanem Reinhard Backhausen nyitotta meg a kiállítást, aki a Wiener Werkstatt egyik nagyon komoly képviselője, ő azt mondta, hogy ez egy világszintű, világszínvonalú kiállítás, amit itt láthatunk. Szívi, annyit mondj még, mert kifutunk az időből, meddig
Meddig látható a kiállítás? És hol? Jó. November 11-e Budapest Építészeti Központ Fuga, és felhívom a figyelmet arra, hogy 30-án, tehát most október 30-án 17 órakor lesz egy tárlatvezetés, és egy szakmai délután, ami 2 órás programmal várja a látogatókat. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen mi is.